Féli Barna már több mint egy éve egyéni karrierjére koncentrál. Egy személyes zenekarként járja nem csak Magyarországot, de egész Európát. A zenész azt mondta, a szóló estekkel visszatért ahhoz a műfajhoz, amiért annó elkezdett gitározni, vagyis a blueshoz. A szombati koncerten együtt lélegzett vele a közönség, amikor saját magyar és angol nyelvű dalait énekelte. Így most is egy tökéletes zenei élmény nyújtott, nem csak átlagos koncertet. Mindig másképp érzem magam. A közönség mindig más, és mindenki másképp érzi magát, és mindig más helyen vagyok. Tehát ez a koncert sose lesz ugyanolyan. Úgyhogy ehhez borzalmasan nyitottnak kell lenni, és nagyon alázatosnak, hogy ezeket az összetevőket egy olyan közös nevezőre hozza az ember, ami miatt a megfelelő pillanatban érzi magát mindenki, és megszületik a katarzis, vagy a flow élménye, ahogy most szokták mondani nagyon modernül. Gyulai Zsolt, a Klein House tulajdonosa elmondta, hogy már régóta tervezték a meghívást, de a Cseh Tamás programon belül csak most kaptak rá támogatást. Féli Barna nagy kedvencünk, illetve a szabadkaiak is nagyon szeretik. Mindenképpen szerettünk volna egy olyan fellépőt, akit komolyabban is ismernek a szabadkaiak. Úgyhogy így került Féli Barna így az első helyre. Barna tervek szerint hamarosan Ázsiában is bemutatkozik. A mostani vendégjátékot a Magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Raise me some hell.